Köszönöm szépen a felvezetőt, illetve itt a beugrást. Mut Gerge vagyok a Fronésznek a műszaki tanácsadója, és úgy gondoltam, a mai témakör, ami szerintem fontos lehet, az önellátás és energiamanagement témakör. Hogy miről is lesz szó a mai nap folyamán, így gyorsan felvetítve a dia részre. Elsőként a Fronészt szeretném röviden bemutatni, milyen partner tud lenni a mostani környezetben. Majd beszélünk az energiamanagementről, a fogyasztásvezetésről, energiatárolás és legvégén egy kis hatékonyságot fogunk felvezetni. A Fronész az több mint 11 éve van Magyarországon, 11 éve partner magyar telepítőknek, 30 éve a szakmának, így Európa szerte is rengeteg országban nap telepítik a termékeken. Nagyon fontos, itt vagyunk Európában, Európa szívében, és ezt a értékteremtést Európában próbáljuk megőrizni. Erre kiemelt hangsúlyt fektetünk, hiszen a beszállítóinknak a terméke 70%-a Európában, európai gyárakban készül. Úgyhogy az a állítás, hogy Kínában készülnek a termékeknek a jó rész, és ezek vannak beépítve, nem állják meg a helyüket. Nagyon fontos, hogy ennek az értékrendtését megtartsuk itt Európán belül. Látható Ausztriában a Szátleti gyár helyünk, illetve Csehországban a Český Krumlovban. Ugye a Szátleti telephelyünket szépen kinyitjuk az utóbbi években, folyamatosan bővítettük ugyanazon a helyen a kapacitásunkat, és itt látható, hogy az idejében nyáron befejeződött a második gyárunknak a megalapítása. Itt még egy májusi képet lehet látni, a nyár folyamán már birtokba vettük a különböző gyártósorokkal a telephelyet, és most vannak az új gyártósoroknak a telepítése. Ennek alkalmából egy szervezett gyárlátogatásra invitálunk mindenkit. Január 19-én fent van a honlapon, lehet rá jelentkezni. Ugye az utóbbi években ugyanazon a helyen tudtunk növekedni, ezt a beszállítói láncokon keresztül, illetve az értékteremtés megtartásával tudtuk bővíteni. Ugye az idejév egy eléggé hektikus volt a beszállítás tekintetében. Sokan tapasztalták, hogy nincsen inverter a különböző gyártóknak a kínálatában. Soha ennyi invertert nem gyártottunk le, mint az idei évben. Nyilván annyira robbanásszerű volt ez a növekedés, amivel természetesen senki nem számolt. Ahogy látható, jövőben ennek az utóbbi két évnek a kapacitását fogjuk tudni gyakorlatilag egy-egybe produkálni, úgyhogy nagyon pozitív évvelé nézünk, reméljük, hogy erre a magyarországi környezet is biztosítani fog lehetőséget. Pár szám, hogyha valaki szeret ezekkel játszani, operátori alkalmazottak tekintetében az idejében 1000 új kolléga kezdett a gyártósorban, csak azok, akik tényleg az inverterek környezetében tevékenykednek. Tavaly évvel hasonlítjuk össze ezeket a számokat. A tavaly évben még egy Gen 24-es inverter gyártósor állt rendelkezésre. Az idejében indult a második, illetve a harmadik is, illetve jövőre látható, hogy további három gyártósor fog még üzembe állni. Ezen kívül az új logisztikai központ is megalapult a új gyártói telepen. Biztos hallottátok a hírekből, hogy egy-két hetes csúszások vannak a inverter kiszállításban, itt a költözés miatt, úgyhogy emiatt elnézést is kérnénk. És hát a csapat, aki Magyarországért felelős, immáron 11 éve bővülő tendenciában, és ezt a jövőben is szeretnénk megtartani. És akkor beszéljünk talán az égető témakörről, az energiamanagementről. Sok mindent hallottunk a mai nap folyamán az akkumulátoros rendszerek tekintetében. Az akkumulátorok, mi ezt szoktuk mondani, az utolsó lépés kell lenni az energiamenedzsmentben. A kérdés fel szoktuk tenni egy képzés folyamán, hogy mi az, amit itt látunk a dián egy napelemes rendszer termelése. De milyen más információt tudunk ebből kinyelni? Mit fogyaszt fel ebből az ügyfél? Mi az, ami kimegy a hálózatba? Mekkora önfelhasználása van az ügyfélnek? Ezt nem tudjuk megtenni anélkül, hogy egy nagyon kicsi komponens, egy okos mérőt feltelepítenénk, ez ugye smart meter esetében valósul meg, és már is lehetőség nyílik a fogyasztásunknak az analízisére. Mi az, amit napközben el tudunk még indítani, mi az, amit éjszaka használunk úgymond fölöslegesen, mert hogy nappal is ezt meg tudnánk tenni.
Amint megtettük ezt az analízist, utána lépünk a második szintre. Nagyon egyszerű kis fogyasztásmenedzsment vezérlés, vagy egy kicsit komolyabb IO vezérléssel eljutunk az energiafogyasztás analízisnek a csúcsára. Innentől kezdve kell elkezdenünk beszélni az energiatárolásról, és nem az akkumulátorral kezdve a gondolkozást, hanem mindig a hőtárolással, jelen esetben például az OnPilotnak a segítségével, de erre látni is fogunk példát, hogy miért is ebbe az irányba kell elmozdulni. De természetesen az akkumulátor sem megkerülhetetlen elem a rendszerben, és ahogy itt a panelbeszélgetésben is szó esett, technológiákra és ezeknek a szinergiára kell törekedni. Ha megnézzük, hogy költség és haszon oldalon mit is jelent az egyes beruházás, azt látjuk, hogy a fogyasztóknak az ütemezése az gyakorlatilag nem fáj, nem jár költséggel, vagy ha igenis, akkor jelképes összegekről beszélhetünk. A fogyasztók vezérlése szintén az olcsótól egy kicsit komolyabb, pár tízezer forintig tud nyúlni, míg a hőtárolás a következő lépés, ami költségben relatíve pár százezer forintban merül ki, és akkumulátornál általában pár milliót szoktunk kihangsúlyozni. Míg ráfordítás oldalon azért látszódik, hogy egy kicsi gondolkodással, kicsi edukáció az ügyfelek irányába nagyon nagy mértékű hasznot lehet generálni az önfogyasztásban, így a fogyasztásvezérlés, amit mi telepítők be tudunk állítani, és legvégül a hőtárolás és végül az akkumulátoros tárolás. Ugye nagyon fontos, hogy el kell kezdenünk szektorcsatolásban gondolkozni, nem elég csak a világítás és egyéb fogyasztóknak a fedezésében gondolkozni, el kell kezdenünk a fűtés-hűtés, illetve a melegvíz integrációjában, elektrifikációban, ahogy Ernő is kiemelte a mai nap folyamán, illetve a e-mobilitás, ami pedig itt van előttünk, és nem sokára be fog törni Magyarországra is nagyobb mértékben. Nézzük is meg a fogyasztóvezérlést lépésről lépésre. Hogyan tudunk programozni különböző nagy fogyasztókat? Nem kell túl spilálni ezt a gondolatot, mert egy mosogatógépünk, egy mosógépünk, reggel beállítjuk azt, hogy mikor induljon el, és addigra szépen elvégzi a teendőjét, nincsen más teendőnk, reggel a tiszta edényekkel fogunk délben találkozni, és délután napos hagyjon be a különböző ruhák, azokat pedig délután 5 óra, 6 órakon az érkezünk, kivesszük. És jön a következő, a elektrifikáció egyik lehetőség a klíma fűtés vagy éppen hűtésre alkalmazva, az applikáció vagy pedig a kis távirányító ezt megtehetjük, hogy csak és kizáró nappal temperáljuk az épületünket. A következő szinten már vezéreljük ezeket az eszközöket. Mosógépet vezérelni, bevallhatjuk őszintén, nem sok értelme van, hiszen ezt már egyszerűbb üzemállapot meg tudtuk tenni. Használjuk az IO kimeneteket az inverternek, és itt egy nagyon egyszerű példa, veszünk egy 5000 forintos relét, ezzel a lévvel bekapcsolunk egy fűtőpatronot, amikor többletenergiánk van, kitelepülnek a hálózatra, és ebben az esetben nem kell gázzal melegvizet vagy fűtés rásegítést alkalmaznunk. Ha egy kicsit komolyabb elektrifikációra gondolunk, és a hőszivattyús rendszerek még nagyobb teret fognak nyerni az elkövetkező években, akkor érdemes a smart grid-i hőszivattyúra gondolkoznunk, hiszen 4 állapotot tudunk 2 IO-val biztosítani, normál, illetve stop üzem állapotot idézhetünk el, illetve ha van többlet, vagyis kitermünk a hálózatba, akkor pedig emelt 1 és 2-es üzem állapotot hozhatunk létre. Ha régi az épület, akkor emelt 2-t éppen egy csökkentett üzemmódra éjszakai temperálásra lehet felhasználni. Nézzük is meg, hogy ez mit is jelent a valóságban. Itt van egy, ami mai napon egyébként téma lesz, referencia rendszer. Este kifürdik a melegvizet az épületbe, majd ezt követően elindul a hőszivattyú, elejtje a melegvizet. Szükségünk van éjszaka fürdésre? Nincsen. Amíg másnap hazamegy érkezünk, bőven elegendő a melegvizet elt a nappali időszakban. Ezért ezt a termelést, vagy éppen fogyasztást, attól függ, honnét nézzük, tegyük át a nappali időszakra, és az éjszakai temperálás meg szintén, hiszen reggel úgyis csak egy fél óra, egy óráig leszünk otthon, azt meg köntösbe is ki tudjuk bírni. Ha pedig egy relé vezérléssel alacsony költségeket szeretnénk megvalósítani, ez tökéletes példa, tényleg pár ezer forintból ezt el tudjuk érni, és ennek hatására egy kis pénzből nagy focit tudunk megvalósítani, és itt látható, hogy egy novemberi termelési esetben nem tudtuk reggel kielégíteni a termeléssel a fogyasztásunkat,
a boom, de az nap többi részében viszont erre lehetőségünk nyílt, úgyhogy ebben az esetben egy nagyon nagy mértékű fogyasztás, önfogyasztást lehetett elérni az ügyfélnél. És számosítva 40-60%-os érték tud ez lenni, és manapság ugye 15-20%-ot szoktunk kommunikálni az ügyfeleknek, és lehet látni 10.000 forintból ennek a dupláját, triplázását lehet elérni. Nem tudtuk megkerülni ebben az esetben a vezérlést, az, hogy legyen egy smart méterünk, egy okos mérőnk. De nézzük is tovább ezt a referencia rendszert, mit lehet róla tudni. Ez egy új építésű ház, le van hőszigetelve, minden elektromos az épületben, önfogyasztási pioneer, az asszony is arra van edukálva, hogy nappal használja a különböző fogyasztókat, illetve a férj is erre trenírozza a csapatot, a gyerekeket is, és hát itt a mosható pelus betettem plusz érdekesség, hiszen a mosás egy nagyobb intenzív energiafogyasztást igényel, mintha kidobnánk a kukába. Egy éves adata kb. 5800 kWh-s fogyasztást eredményez egy ilyen új építésű háznál ez a fogyasztás. Ebből a hűtés fűtése az épületnek éves szinten közel 3300 kWh-s érték lesz. És nézzük meg, hogy ha túlméretezik a napelemes rendszerünket egy, másfél, kétszeres és ennél durvább értékekkel, mi fog történni? Azt fogjuk tapasztalni, hogy a 47%-os önfogyasztási érték, vagyis majdnem minden második kilowattórát este vagy más időszakban kell a hálózatról vételeznünk, azt meg tudjuk nagyobb önfogyasztást el tudunk érni, ha túlméretezik a napelemes rendszerünket. Így másfeles, kétszeres, két és félszeressel itt az dián látható számok itt tudunk eljutni ennél a referencia rendszerrel, vagyis egy közel 60%-os önellátás érhető el egy jól tájolt, de kevésbé jól tájolt 10-12 kW peak-es rendszerrel. Kicsit gondoljunk a jövőre, és elnézést, hogyha nem vagyok túl napra kész, mert lehet, hogy délután már ez a dia nem lesz valid. Ha bevezetik ezt a havi elszámolásos rendszert 2024. január 1-től, akkor az előző dián látott éves termelés, illetve fogyasztási adatok egy az egyben ugye kielégítik az igényeinket. A piros oszlop azt mutatja meg, hogy ebben az esetben a hálózatról mennyi energiát vételezünk. Ha másfélszeresen mértezzük túl, akkor körülbelül 3000-2750 kWh-ra jövünk ki. Az zöld oszlop azt mutatja meg, hogy a havi elszámolásban a nyári időszakban nyilván többet fogunk termelni, mint fogyasztani, és ezeket a fogyasztásokat, ami mondjuk szeptembertől kezdődően egészen tavaszig össze tudnak adódni, mert többet vételezünk hónap végén összességében, mint termelünk, akkor összeadjuk ezeket az értékeket, és így jön össze a zöld oszlopunk. És a befizetés azt jelöli, hogy milyen mértékű villamosenergia árat kell kifizetni a mostani villamosenergiához képest. Előbb láttuk a 100%-os ellátást, most gyakorlatilag azt látjuk, hogy egy egyszeresen túlméretezett rendszerre minden negyedik kilowattórát kell majd fizetnünk. Vagyis még egészen jó megtérülést tud biztosítani az ügyfeleknek. Ha másfélszer méretezünk túl, akkor gyakorlatilag minden hetedik vagy minden hatodik kilowattóráért kell majd fizetni az ügyfelünknek, és itt el lehet menni egészen szép számokig. Ugye az a kérdéskör, hogy az előbb az éves elszámolás után mentünk a havira, hol, meddig lehet elmenni felbontás tekintetében, a heti, napi elszámolás lesz, nyilván ez a fekete kis görbe a befizetés, az egyre inkább növekedni fog, hiszen egyre kevésbé tudjuk ellátni saját magunkat. És nézzük meg az energiatárlást, mert eljutottunk eddig is most már. A legolcsóbb és leghatékonyabb az energiatárs az a hőtárolás. Miért is mondjuk ezt? Nézzük meg egy példával. 4 fős család 300 literes háztartása meleg vízzel rendelkezik. Ebben az esetben 10 fokos beáramlási hőmérséklettel számoljunk. Ha 5 kWh a többletenergia napi szinten, akkor 150 liternyi melegvizet állítottunk elő, aminek 40 fokos a hőmérséklete. 17 kWh-val meg közel 300 literes tartályunkat fúra 60 fokra fölmelegítettük. Ez egy nagyon jó skálázhatóságot biztosít, egy 5 kWh-s akkumulátor versus 17 kWh-s kapacitású rendszerben. Ebben az esetben a Fronius OnPilot egy nagyon kényelmes kis eszköz, 300 watttól egészen 9, de trükkökkel 18 kilowattig el lehet menni, úgyhogy ilyen kiskereskedelmi rendszereket is jól lehet üzemeltetni róla.
Nézzünk meg egy példát, hogyha a hőszivattyús rendszert szeretnénk, nem 4 forintért átadni az áramszolgáltatónak a betermelt többlet energián, hanem a kevésbé hatékonynak nevezett fűtőpatronos melegvízellátásra adjuk a fejünket. Ebben az esetben hát a hozam tekintetében majdnem 3 év alatt megtérül egy mostani gazdasági környezetben Magyarországon egy ilyen hőtárolási forma. Ezen kívül nagyon fontos, hogy a fűfűtési rendszerünknek az élettartama 7,5 éven meg fog növekedni. Miért növekszik? Hiszen nem kell bekapcsolnia gyakorlatilag tavasztól kezdődően késő őszig azért a hőszivattyúnak, hogy meleg vizet állítson az épületnek, és itt nyilván a hőszivattyúra helyeztem ki a mai előadás, hiszen ez egy megújulóbbnak tekinthető hőtermelési berendezés. Földgáz esetében, ahol horror árak vannak, ez még jobban skálázható. De jutunk a nap végén az akkumulátoros rendszerig, az energiatárolásig. Ebben az esetben azért nem érdemes 6-szorosan túlméretezni a rendszert. Valahol 1,5-2,5 között van az egészséges túlméretezése a rendszereknek, és ebben az esetben egy 5,12 kWh-s kapacitású rendszert, ha építünk ennek az ügyfelnek, akkor a SolarWeb-es szimulációval látható, hogy 80%-os önellátást tud elérni. Vagyis 20%-ot ezek után is még a házadból fog vételezni az ügyfelünk, de gyakorlatilag 1260 kWh-n el tudtunk tárolni ebbe az akkumulátorba, 22%-nyi úgymond fogyasztást termelésből elraktároztunk. De növeljük ezt a kapacitást 1,5-szeresére. Itt látható, hogy csak majdnem 110 kWh-val növekedett az eltárolt energia, hiszen a nyári időszakban valószínűleg nem használjuk fel a többletet az esti időszakban, hiszen figyeltünk a fogyasztás vezérlésre, a téli időszakban meg nem tudunk annyi energiát megtermelni és eltárolni, ami esetleg szükséges lehet. Ha egy kicsit tovább megyünk itt a számokba, és itt már egy kicsit látható a december-január zöld akkumulátorrá válik, ez azt biztosítja, hogy a 22 kWh-s akkumulátor esetében a téli 3 hónapos időszakban egy-egyben minden megtermelt energiát el tudunk tárolni, és este fel tudunk használni. Elég költséges megoldás, de erre is van ebben az esetben lehetőségünk. Nézzük meg a példát, hogyha 1,5-szeresen méretezzük túl a napelemes rendszerünket, akkor az előbbi példában 52%-os önellátást ért el az ügyfelünk. Ezen felül még a túlméretezésből eredő többlet igény, amit az OnPilot kér, azt fel tudjuk használni további 30%-os saját fogyasztás hőtárolásának a működtetésére, és itt láthatók ugyanazok a számok, amiket korábban láttunk. Nagyon fontos, hogy a következő lépés ezek után, hogy legalább egy évet kivárjunk, nézzük meg, hogy hogyan is működik a rendszer, mi az az akkumulátor méret, ami gazdaságos lesz az ügyfélnek, hiszen az előbbi példánál láthattuk, hogy ez a 110 kWh, amit el tudunk tárolni ebben a 2,5 kWh-s kapacitású rendszerben, legyen 250 000 forint, 100-zal osszunk, hogy ne kell annyit matekolnom, 2500 forintot fog jelenteni 1 kWh-nak az eltárolása. Ha ezt 10 évre leosztjuk, abban az esetben azt jelenti, 250 forint per kWh energiaár mellett fogja megérni ennek a nagyobb kapacitású rendszernek a telepítése. Ami meg mindenki döntse el, hogy mennyire valós tud lenni. Ha viszont az akkumulátorra adjuk a fejünket, nagyon fontos a hatékonyság, itt is itt Robert egy nagyon remek előadást tartott ebben a témakörben. Ebben a vizsgálatban, amit az energiatárolási vizsgálat szokott minden évben a Berlini Műszaki Egyetem és Gazdaságtudományi Egyetem végrehajtani, a tavalyi eredménye itt látható a dián, de elhoztam az idei évnek is az eredményét. Láthatóak a különböző gyártók ezen a megmérettetésen, ugye mindenki meg van erre invitálva, valaki ugye részt vesz rajta, valaki kevésbé, hiszen tudja, hogy milyen hatékonysággal működik az ő rendszere. Itt Magyarországon talán ismertebb márkákat, azokat is föl tudjuk fedezni, viszont azt látjuk, hogy az idejében egyre kevesebben vállalják már a nevüket, vagy éppen elvette tőlük a kedvét, hogy részt vegyenek, hiszen látható volt, hogy milyen fiskális hátrányt tudnak okozni a kevésbé hatékony rendszerekkel. Ha nézzünk egy 12.500 kWh-s fogyasztású vagy termelésű rendszer,
Abban az esetben a dián látott hatásfokokat összehasonlítva, közel 540 kWh különbség adódik a hatásfok különbségekből, ami a mostani súlyozott 37,5 forint, illetve a 70 forintos értékkel számolva éves szinten 34 ezer forintos veszteséget jelent az ügyfélnek, ami 10 évre vetítve egy egészen komoly költség tud lenni, és így egy drágább rendszer, és itt Robertre kanyarodnék vissza, kifizetődőbb hosszabb távon, mint jelenleg egy olcsóbb rendszer telepítése. Ami egyébként fontos még ebben az energiatársi vizsgálatban, és örvendetes számunkra, hogy a Fronis továbbra is az egyetlen gyártó, a mind a két energiatársi vizsgálaton A hatékonysági osztályt ért el. Összefoglalva a mai eladásnak a témakörét, az energiamenedzsment és az energiatárás a részünké válik. Látható az energiatársi vizsgálatban kivágott képből, mennyire fog az energiatárolás a következő évben, illetve évtizedekben dominálni. Ugye a biztonság az elengedhetetlen ezeknél az akkumulátoros rendszereknél, az otthon bütykölt, illetve a mostani szabályozásnál inkább a otthon okosban megcsinált rendszereket támogató rendszereket szerintem kevésbé kellene preferálni. Remélhetőleg, hogy ez a mostani szabályozások nem fognak teret engedni ezeknek a megoldásoknak. Viszont a fenntarthatóság egy nagyon fontos dolog a mi iparágunkban. Ebben úttörőek vagyunk a piacon, hiszen olyan életciklus analíziseket tudunk felmutatni, ami a piacon egyedülivé teszi az invertereket. A Gen 24 esetében is nagyon szép kis eredményeket lehet felmutatni, hiszen a javíthatóság, hosszabb táv annak az újrahasznosíthatósága, kritikus pont a megülő energia rendszerekben. És hát láttuk, hogy a fenntarthatóság mellé még a hatékonyságban is oda kell tennünk magunkat, és ebben az energiatárolási vizsgálat fog nekünk mankót nyújtani, hiszen itt tudjuk az almát az almával összehasonlítani. Köszönöm szépen a mai figyelmet, és hagytam egy nagyon rövid kis időt, hogyha valakinek lenne esetleg kérdése. Köszönjük szépen!